2019. február 1-től 8%-kal, egy évvel később további csaknem 30%-kal emelik a felsőoktatásban egyfőre számított normatív hallgatói támogatást, szerepelte a hír a Magyar Közlöny 194. számában. Vajon hogyan érinti ez a Nyíregyházi Egyetem hallgatóit? Erről kérdeztük a döntéshozókat. A hallgatói normatíva összege már hosszú évek óta, tehát 2008 óta nem emelkedett, ez 119 ezer forint volt. Ez most 2019. február 1-től 128.520 forintra fog emelkedni, illetve egy évek később pedig 166.600 forint lesz. Ezáltal a hallgatói ösztöndíjak is jelentős mértékben emelkedni fognak. A tanulmányi ösztöndíj lehet alap és differenciált. Összetett számítás szerint figyelembe kell venni a tanulmányi átlagot és a kreditpontokat, illetve a szak átlagának értékét. Ez változó, hiszen a tanítóknál más a határ, mint mondjuk a programtervező informatika szakon. Ezeket a számításokat a hallgatói önkormányzat tagjai végzik az intézményi szabályzat szerint. A tanulmányi támogatás viszont nem lehet alacsonyabb a hallgatói normatíva 5%-ánál, ami jelenleg 6000 forint körüli összeg, jövő februártól pedig 8000 forint fölé emelik az állami ösztöndíjas hallgatók esetében. Előző fél évben is beszámolhattunk arról, hogy a szociális ösztöndíjak mértéke 40%-kal növekedett. Ez a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának, a Jövőkép programjának köszönhető, és ennek következő programjaként pedig a teljes hallgatói normatíva is emelésre került. A két lépcsőben először most februárban, majd következő év februárjában. Mivel összhallgatói normatíváról beszélünk, így minden ösztöndíjformát érint, ezáltal a tanulmányit, a szociálist, a szociálison belül az alaptámogatást, amely az első éveseknek szól, a rendkívüli szociálist, a demonstrátori ösztöndíjat, a kulturálist, illetve a sport ösztöndíjakat is. Míg a tanulmányi ösztöndíj az eredmények szerint alanyi jogon jár, addig a szociális ösztöndíjat fél évente igényelni kell. A rászorultság alapján adható minimum összeg a Nyíregyházi Egyetemen eddig 12 ezer forint volt, melyet szeptemberben 18 ezerre emeltek, a maximum 34 ezer forint lett. A következő fél évben a Hallgatói Önkormányzati Testület honlapján jelenik meg az adatlap. A rászorultság szerint igényelhető támogatáshoz természetesen csatolni kell a szülők jövedelem és munkáltatói igazolását, a testvérek adatait, tehát ez egy sokrétű számítás eredménye.